Szép jó estét kívánok! Nos, az édesbús dallamok után ma egy ízig-vérig mai ifjú hölgy a vendégem, aki egyszerre szűzies és ledér, harsány és visszafogott, álmodozó és realista, Baller Bianca Vörös Matti színház színművésze. Idestova három ezt, majdnem három esztendeje, hogy itt van velünk, és ennek én nagyon örülök. Egy olyan idézetet hoztam a mai beszélgetés elejére, ami mindenképpen vonatkozik a te korosztályodra, de rád mindenképpen. Egy színész valamivel kevesebb, mint egy férfi, egy színésznő valamivel több, mint egy nő. Ugye ezt az elmúlt időszakban megtapasztalhattuk, hogy ezt miért is mondom, és erre is rátérünk a szerepeid kapcsán. Először azonban menjünk el a Balaton partra, menjünk el Balatonlellére, ahol a kicsi Bianca felnőtt, oda jártál ugye óviba és általános iskolába, és azon kevesek közé tartozol, aki azonnal eldöntötte, hogy mi szeretne lenni. Hogy volt ez? Igen, hát nálunk már óvodában volt ilyen színjátszókör, és akkor, hát akkor leginkább ilyen bábos dolgokkal foglalkoztunk, és akkor ilyen országos bábos versenyekre jártunk. Hát ugye ezekre már annyira nem emlékszem, mert régen volt, de van egy-két ilyen kivágott újságcikk, például a Kiskakas Gyémánt Félkrajcárjában anyuka voltam, és akkor fogtam így az anyukabábot. És azt emlékszem, hogy az nagyon nagy élmény volt, ezek a bábos versenyek. És aztán hát ugye ott Lellén, amik voltak ilyen rendezvények, ilyen karácsonyi rendezvény, vagy március 15-e, azokban vettünk részt. Volt egy ilyen színjátszókör Lellén, és akkor velük készültünk. És általános iskolában is jártam oda, és aztán utána... Általános iskolában még többféle dolog érdekelt, tehát jártam Vöröskeresztre, nagyon, nagyon érdekelt a mentőzés, akkor jártam kosarazni, kézizni, tehát így próbáltam mindent kipróbálni. Aztán gimnáziumban már nem jártam ide, ebbe a Lellei színjátszóba, meg hát nem igazán volt időm, és akkor mentem, még én 5 éves gimibe jártam, angol nulladikas voltam, angol szakos, és... Utána meg emelt magyarra mentem, vagy hát így a humán tagozatra, és akkor Siófokra jártam ilyen színjátszóba, a Kálmán Imre műhelybe. Hát nagyjából 2 évig, aztán 1 évet szüneteltettem, és aztán megint visszamentem, de addigra már nagyon átalakult ez az egész, de azt nagyon élveztem. Szerintem az volt az a pont, amikor már tényleg ilyen bizonyosság volt számomra, hogy mindenképpen ezt szeretném. Tehát kreatív voltál és tudatos, mert ez a kettő ilyen értelemben kézenfogva jár nálad, és valamelyest öntörvényű. Hát igen, igazából biztos voltam benne, tehát anyuékkal nyilván azért, vagy hát anyuval sokat beszélgettünk erről, hogy hát ez nagyon kevés embernek sikerül, nagyon nehéz ez a pálya. És azért mindenképpen mondta, mert azért ez a délutáni színjátszókör, ez azért nagyon sok időt elvett. Ugye készültünk előadásokra, volt egy előadás az államügyi szak alkalmazottak, amit az egyik barátnőm írt, és akkor azt a Karanc Katalin rendezte, meg ez a barátnőm így közösen, egy ilyen nagyon jó kis műhelymunkaszerű dolog volt, és hát ugye azt is minden délután próbáltuk, akkor abban lett egy előadás, akkor voltak benne dalok, kis táncok, és nagyon sok időt elvett. És akkor anyu azért figyelmeztetett arra, hogy ha netán nem sikerülne, akkor azért legyen valami B-tervem, vagy valami, amihez így tudok nyúlni. Hát így az óvodapedagógia volt az, ami még így érdekelt, mert tényleg nagyon szeretem a gyerekeket, meg ugye van több kistesóm, de meg elmentem ugye emelt magyar érettségizni, hogy azért meglegyen a pontom az ELTE-re. Egyébként meg is lett volna, de szerencsére nem volt rá szükség. Meg hát úgy voltam vele, hogy voltam is a felvételi, mert ott is van ilyen gyakorlati része, így kellett népdalt énekelni, meg volt egy-két ilyen mozgásos dolog, hogyha nem vettek volna fel a színműre, akkor lehet, hogy elmentem volna egy évig tanulni valamit, hogy ne tengjek-lengjek, de utána megpróbáltam volna még egyszer. Tehát ez egy olyan cél volt, ami tényleg ilyen elsődleges, és csak ez. Kitől és kiktől kaptál megerősítést? Azért az nagyon fontos egy fiatal, egy tinédzser életében,
hogy kellően tehetséges ahhoz, hogy később ezt a pályát válassza minden áron, hiszen az benned volt, hogy csak azért is, és minden áron. Igen, hát anyukám abszolút mellettem volt, meg ő nagyon támogatott ebben, tehát ő meg... Barátaid mit gondoltak erről? Barátaim, igen. Igen, meg ez a nagyon jó barátnőm, Sima Nemőke, ő például nagyon sokat segített a felvételire felkészülni. Tehát így külön tanárhoz nem jártam, mert ugye sokan mondjuk elmennek és akkor fizetnek tanároknak, vagy van ugye a színműnek én előkészítője, és arra se jártam, hanem leginkább így magamtól, meg ezzel a barátnőmmel készültünk fel, és akkor mindig ott a suliban, valami teremben felmondtam neki egy verset, akkor hozzászólt, hogy mit kéne máshogy, meg hát a hugomnak is nagyon sokszor így elmondtam a verseket, és akkor leginkább talán így ők. Meg hát ugye volt ott egy ilyen baráti körön Fonyódon, akik hasonló érdekeltségűek voltak, tehát volt egy srác, aki mondjuk operatőr akart lenni, akkor volt valaki, akit az írás érdekelt, és akkor együtt csináltunk ilyen kisfilmeket, meg volt egy másik fiú, akit a színészet is érdekelt, és akkor csináltunk ilyen kis műsorokat, mondjuk a Szalagavatón is felléptünk, vagy volt például Fonyódon, hogy csak egy ilyen kis önálló estet csináltunk, amit aztán játszottunk Bogláron is, a Várdomnál. Úgyhogy... Honnét van a szép beszéded? Tisztán beszélsz, tehát manírok nélkül. És egységesen fogalmazol, minden helyén van. Ez adottság volt, vagy a sok olvasás, a versek, illetve az a tudatos felkészülés hozta, ami mindenképpen kell, és amit aztán később nyilván a zsámbéki fullajtárosztályban tovább vittél? Hát... Ez adottság önmagában? Hát azért... Nem tudom. Egy része biztos, kérdezem de... ezt azért, Bianca, mert hogy a te korosztályodra ez nem általában jellemző. Sőt, kimondhatom, hogy semennyire. Szerintem ez azért is lehet, mert én nagyon szerettem a magyart, a magyar órákat, a nyelvtant, szerettem olvasni, de én jártam ilyen kazinci versenyekre is még gimiben, egy-két évet talán, és ott azért erre egy különös figyelem van. Meg én ezt valahogy fontosnak tartottam mindig is. Szóval nem tudom, hogy ennek hanyad része adottság és mennyi az. De hát aztán nyilván utána a színműn is a beszédórák világos. Sokat segítettek. Hogy készültél az egyetemre? Mivel készültél? Hát ugye nálunk még úgy volt, hogy 10 vers, ott 5 monológ és 5 dal, és akkor hát nagyon nehéz az anyagválasztás, tehát most így megkeres néha egy-két fiatal, hogy segítsek nekik a felvételiben. Nagyon nehéz tanácsot adni, mert annyira relatív az, hogy tehát önmagában szerintem a tehetség relatív, és az, hogy kinek ki tetszik, akár a színpadon, tehát nekem is van olyan, akire azt mondom, hogy szerintem iszonyatosan tehetséges, van, akit kevésbé látok annak, és más meg azt mondja, hogy szerintem meg lenyűgöző. És szóval szerintem a felvétel is nagyon, nagyon nehéz, főleg már 5 év után, amikor a zsámbéki az új osztályát elindította, akkor mentünk felvételit nézni, és hát nagyon furcsa az, hogy néha kiket engednek tovább, milyen szempontok alapján, ki az, akire azt mondják, hogy hát jó-jó, tehetséges, de hogy ő nem tudna bekerülni színházba, jó-jó, tehetséges, de ő tök átlagos alkat, jó-jó, viszont túl furcsa alkat, nem tudna úgy kőszínházba elhelyezkedni. Szóval nagyon nehéz ez, és én mindezekről itt semmit nem tudtam, tehát tényleg én ilyen kis vidéki, naív lányként készültem, hogy na, akkor én majd oda megyek, megmutatom magam, hát ha kellek nekik, ha nem, akkor megpróbálom máskor. És... Kellettél. Szerencsére, igen. Ez az 5 év, ez fantasztikus 5 esztendő mindenkinek, bármelyik felsőoktatási intézményben, de én azt gondolom, hogy különleges helyzetben vannak a színművészetire járók, mert hogy egyik oldalról teljesül az álmuk. A másik oldalról pedig találkozhatnak olyan emberekkel, akikkel egy köznapi ember csak a színpadon.
tanulhatnak tőlük, felnézhetnek rájuk, barátságok köttetnek, ami később elkísér. Harmadrészt nagyon-nagyon sokat tanulhatnak. Egy nagyszerű osztályba jártál. Ugye Kovács Tamást ismerjük mi Fehérvárról, aki évfolyamtársad volt, de Zsámbéki Gábor, Fullajtár Andrea nyitott könyv előttünk, de nem tudjuk, hogy milyen tanárok. Mit lehetett tőlük megtanulni? Milyen volt ez az öt esztendő, ami mindenképpen elkísér a máig? Hát nagyon intenzív és nagyon tartalmas. Nagyon-nagyon sok mindent. Tehát én Zsámbéki Gábor tényleg, az egyik legnagyobb színházi koponyának tartom itt Magyarországon, és az egyik legmeghatározóbb színházi embernek, és azt gondolom, hogy a mai napig érvényes az, amit ő képvisel, és az ő összes rendezése. Hát ő már elsőtől kezdve azt hiszem, hogy nagyon arra tanított minket, hogy nagyon önálló színházi emberekként működjünk. Tehát nem csak mindig, minden fél évben voltak kötött darabok, tehát volt egy fél év, amikor Tartüffel foglalkoztunk, és mellette mindig feladott témaköröket, hogy mondjuk az idei fél év témaköre, mondjuk az utópia, és akkor kellett utópia jeleneteket hoznunk, és nagyon sok osztálynál ez úgy van, hogy mondjuk elsőben foglalkoznak az állatokkal, vagy életjelenetek, életjeleneteket visznek, és nálunk ez utána minden fél évben utána is így volt, hogy mondjuk jelentékeny ember témakörünk volt, és akkor olyan jeleneteket kellett hoznunk, és akkor azoknak a jeleneteknek mi voltunk a dramaturgiai is, az írói is, mi alakítottuk, aztán mi fűztük őket össze. Volt ilyen például, hogy én az egyik jelenetet be hangosítani segítettem, akkor volt, aki kicsit így a jelmezekben segített, vagy a díszletekben, hogy mi hogy legyen, akkor például ez is nagyon vicces, hogy nagyon sok, ami így díszletként funkcionált, azt ilyen lomtalanításokkor bugáztuk össze a városban, és akkor volt például egy ilyen nagy vörös kanapé, és akkor fél évig szinte minden jelenetben a vörös kanapé volt benne. Szóval, hogy ő mindig is arra nevelt minket, hogy ne csak így végrehajtó színészek legyünk, hanem tényleg gondolkodjunk összetetten. És talán azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, és emiatt is azt hiszem, hogy az osztály összes tagjában nagyon magas az alkotási vágy, hogy akár létrehozni önállóan egy előadást. Például mit csináltuk a Thelma és Lujzát a László Lili osztálytársammal, amikor... abban az évben volt, amikor a fiúk mentek a Zsámbéki rendezésében a Katonában szerepelni, és akkor mi lányok, nekünk úgy akkor nem volt annyira gyakorlatunk, ez negyed évben volt, és akkor kitaláltuk, hogy akkor csinálunk mi ketten egy előadást, és akkor szóltunk a Lilinek egy dramaturg barátnőjének, megkerestünk egy filmrendező lányt, aki nekünk ilyen nagyon szimpatikus volt, és akkor vele beszéltünk, hogy hát mi a Thelma és Lujz című filmünket nagyon érdekel, mi akkor abból szeretnénk egy előadást, és akkor a Mayer Bernadett, ő volt rendezőnk, ő bele is ment, akkor a Németh Niki volt a dramaturgunk, és akkor négyen így lányok összeálltunk, és akkor elkezdtünk először így dramaturgiailag átmenni a filmen, hogy akkor... mik azok a fontos gócpontok, amiket a mi sztorinkban is majd bele kell írni. És akkor így kicsit áthoztuk, hogy akkor ez Magyarországon mi lenne, ha ez a történet megtörténne ez a két lányjal, és akkor elkezdtünk rá először így improzgatni, akkor volt, hogy a Niki írt egy szöveget, amit utána megtanultunk, akkor azt kicsit kiegészítettük, tehát tényleg ez egész ez egy ilyen nagyon izgalmas munkafolyamat volt, hogy az egész így folyamatosan úgy alakult, ahogy mi akartuk, és ahogy mi szerintünk volt a legjobb, vagy sokszor beszéltünk arról, hogy miről kell, hogy ez szóljon, hogy mit akarunk ezzel üzenni, hogy számunkra mit jelent, és akkor mindegyik lány mást mondott, hogy neki mi ebben a fontos, és azt hiszem, hogy ez talán a nagyon sok előadásnak, tehát nagyon-nagyon szerették ezt az előadást, és nagyon sok helyre is vittük játszani, és mindenki talán a személyességét is emelte ki, hogy az nagyon megmaradt neki, és hogy az...
És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Például most Pesten láttam egy előadást az eltűnő ingereket Passanditól, vagyis hát ez még igazából tavasszal volt, és imádtam azt az előadást, mert iszonyatosan személyes volt, és valahogy szerintem ez nagyon fontos. Fontos megérkezni, nyilvánvaló. A sokszínűség javadra vált, illetve nem is kérdés, én azt gondolom, hogy a sokszínűség javadra vált, ezt mi is megtapasztalhattuk. Ugye abban a szerencsés helyzetben voltunk, és gondolom, hogy te is szerencsés helyzetnek érezted, hogy 5. évben már egy nagyon komoly feladatot kaptál itt Fehérváron. Egyáltalán mi hozott Fehérvárra? Hiszen egy 5. éves hallgató igazából még vágyik elsősorban Pestre, mondom én, bármelyik színházba, nem sorolom fel. Bár ugye a Vörösmarty Színház nincs már messze Pesttől abban az értelemben, és ahogy felépítette Szikora János ezt a színházat, ha úgy tetszik, a semmiből már volt ugyan színházunk, de ahogy elkezdte szerződtetni először a rendezői gárdát, majd ezt követően a színészeket, az akkor nyilván ennek híre ment. Amikor az 5. évben megérkeztél hozzánk, tehát Fehérvárra, gondoltad, hogy jó lesz neked itt majd a diplomosztó után is? Hát... Hiszen a Leonsz és Lénával kezdtél itt 5. évben. Az igen. Már egy kihívás. Igen, és aztán hát utána volt abban az évben a régi Módi történet is, ami igen. Meg pláne kihívás volt. Jabloncai Lenke, jól emlékszem? Igen, és Kacsár Jemma. Gimiben nekem nem annyira volt lehetőségem Pesten színházba járni, hanem leginkább így Kaposvárra vagy Fehérvárra jöttem előadásokat nézni. És igazából nekem már akkor nagyon szimpatikus volt, vagy amiket láttam, azok nagyon tetszettek azok az előadások. Aztán hát persze az egyetem alatt mindenkiben van az, hogy félnek attól, hogy na vidékre lemenni, és akkor vidéken így ott ragadni, ami szerintem nem így van. Egyrészt Fehérvár ilyen szempontból nem számít vidéknek. Másrészt szerintem nagyon fontos az, hogy vidéken is játszunk, hiszen sokkal nagyobb kihívásokat kapunk, mint mondjuk Pesten. Tehát ha így megnézem az osztályba, hogy ki merre fele ment, és ki milyen feladatokat kapott, akkor szinte mindenki, aki vidékre ment, vagy Pesten kívül, ők mindenki nagy és főszerepeket is kaptak, amikből valljuk be, hogy a legtöbbet lehet tanulni. Én megmondom őszintén, hogy így a gyakorlati év után nem annyira gondolkodtam azon, hogy most... itt nekem nem lesz jó, vagy rossz lesz, mert annyira jó volt ez az egy gyakorlati év, és annyira azt éreztem, hogy kíváncsiak itt rám, és hogy jó feladatokat kapok, hogy számomra nem volt kérdés az, hogy mit szeretnék, vagy hogy bennem az volt, hogy nagyon örülnék neki, hogy leszerződjék, és hogy mennyire jó lenne, mert tényleg... Történt. Igen, tényleg szerintem nagyon jó a társulat, tehát nem csak jó együtt dolgozni, hanem tényleg emberileg is nagyon jó kapcsolatok vannak, meg hogy lehet számítani a másikra, és ez nekem nagyon fontos, mert én nagyon könnyen befeszülök, vagy bestresszelek, vagy befordulok, és ezért nekem nagyon fontos az, hogy egy ilyen jó, szabad munkafolyamatban tudjunk dolgozni. Igen, én rácsodálkoztam egyébként a régi Módi történetben rád is, mert nekem az az év darab mindenképpen, az egy fantasztikus történet Tasnádi Csabával együtt, tehát az nagyon fontos volt nekünk is. Ugyanakkor azt láttuk, hogy gyorsan társulati tag lettél. Mindenféle értelemben és módon. Tehát ugye beszélgettünk erről színházba járó emberekként, hogy ki miként és hogyan illeszkedett be, milyen gyorsan, hiszen az elmúlt időszakban, ha megnézzük, akkor a társulat jóval több, mint a fele érkezett. A fajsős rendezőkkel, tehát akik Bagó Bercék hozták, Horváth Csaba, a Fortésokat, Hargita Iván és a többiek, és ez egy nagyszerű. És azt láttuk, hogy megvan az a helyes arány, ami a rendkívül fiatal tehetségeket, a kicsivel idősebbeket, illetve azokat, akikre szerintem mindenki felnéz, gondolok itt a Hirtling Gáspár, Tóth Ildikó, ne adj Isten, Mária, Varga Mária korosztályára. Tehát ez így együtt van, ez a csapat.
Te mikor döbbentél rá arra, hogy ez egy ilyen csapat, ahol most azt a fiatal, agilis, fantasztikus, gyors, erőteljes képviseled? Most jó belekeveredtem nőnybe. Hát nekem talán a régi módi volt ez a pont. Előtte a Leonsz is Léna is nagyon jó volt, ugye akkor csináltuk a Haláltébábant is a Csabával, de a régi módi volt nekem leginkább, hiszen az nekem akkor egy nagyon nagy kihívás volt, hogy ekkora szerepet, és hogy egyáltalán az, hogy egy ilyen hosszú előadásban ennyi időt színpadon tölteni, és eleinte így még a bemutató után is nagyon sok előadás volt, ahol így azon kellett gondolkodnom, hogy osszam be az energiáimat, vagy hogy volt, hogy a második felvonásra fáradtam el, volt, hogy az elsőnél éreztem azt, és szóval szakmailag is azt érzem, hogy a régi módi volt egy ilyen választó pont, meg nagyon jó volt így azzal találkozni, hogy bármiféle kételyem volt, vagy bármiféle nehézségem, így tudtam fordulni hozzájuk a társulathoz, és így tudtam és mertem kérdezni tőlük. És nagyon jó volt, hogy így mindenki segített. Tehát ez volt az áttörés. Azt hiszem, azt mondhatod, hogy megérkeztem, rendben van. Számunkra pedig az egy, nyilván a régi módi történet az egy külön dolog, de a 80 nap alatt a föld körül Lendvaival az megint csak. Ugye az mindegy, hogy most kinek mi a véleménye erről a darabról és a rendezésről. Ugye Audát játszottad, mi kicsit másként tanultuk és éltük meg Auda hercegnő életét és történetét, de ez nem baj. Viszont az is egy kiugróan nagy siker egyik oldalról, és egy olyan feladat egy fiatal színésznőnek, ami azt mondom, hogy csettint rá, hogy igen, milyen volt neked Audának. Én ezt nem tudtam, hogy... Ezen nevettünk szába akkor is, mikor kérdeztelek. Tehát nem vagy más felfogásban rendezte meg, az tény, de ez is a tiéd volt. Igen, én megmondom őszintén, hogy leginkább azt élveztem benne, hogy így egyedül voltam ott, mint lány, mint nő, és hogy csak így fiúkkal dolgoztunk, és akkor így nagyon sokat lehetett hűlni. Összességében szerintem jó volt együtt dolgozni, meg jó a rendezés, de szerintem nem elég jó ez az átirat, nem tudom, hogy igen, lehet igen, helyet ezt, mondani. Ennyi, jó, ne is beszéljünk többet róla, viszont ez egy fontos szerep volt, már csak azért is, mert egyedül voltál, és azért, igen. Azért ez egy különleges kihívás. A Black Comedy-ról azért nem beszélünk, mert az nagy, annyi nem fér bele most az időbe, de ami most van, a Játék a kastélyban. Én azt mondom, hogy ez a mohácsi fajta előadás, amit Szikora János rendezett, ez most mindent visz. Abban az értelemben, és ugye abszolút főszerep a tiéd mindenképpen. Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy Turay a főszereplő, lehet, hogy azt mondják, hogy Almádi, hiszen a végén, de aki középen van, aki körül forog a történet, és aki mindenféle értelemben és módon bizonyítja, hogy helye van ebben a színházban, és ilyen módon, ilyen szerepben is, az te magad vagy Anni szerepében. De hogy érezted belőle? Hiszen ez annyira sokszínű, hogy azt hiszem, hogy ez a legnagyobb kihívás, amit egy színésznő mostanság eljátszhat. Tehát gondolok itt elsősorban, amikor megérkezel, bejössz a színpadra, és gondoljunk a végére, amikor ott ülsz Gáspár Sándor, tehát Almádi mellett, lesütött szemmel. Igen, ez tehát hogy mindenképpen egy, azt hiszem, hogy nagyon fontos és színes szerep, mert azzal, hogy az egész anyagnak a komolyságát is megfogtuk, szerintem azzal is lett ez ennyire
sokrétű. Tehát, hogy nem csak egy komédiát játszunk, illetve a fókusz nem csak egy komédián volt, hanem azon is, hogy hol vannak ennek a darabnak a mélységei. És szerintem ez is titka egy jó előadásnak, vagy egy jó szerepnek, hogyha nem csak egy oldalúan van megmutatva, hanem több síkúan, hiszen minden több rétegű és több oldalú. Gondolok itt például arra, hogy szerintem Anniban az is izgalmas, hogy amellett, hogy én talán leginkább nem arra fókuszáltam, hogy most akkor itt egy színésznő legyen eljátszva, hiszen az megjön talán attól az érzelmi túlfűtöttségtől is, ami mondjuk ezzel a színésznőséggel járhat, vagy ezzel a közvetlenséggel, hanem leginkább arra fókuszáltam, hogy itt van ez a fiatal lány, aki imád élni, tényleg, aki színésznő, aki azt érzi, hogy na most az enyém a világ, és tényleg van egy vőlegénye, aki igazából akit szeret, és aki egy ilyen kis aranyos kis zongorista zenész srác, de mellette meg ott van Almádi, akit szintén szeret, aki a mestere, aki a tanára, aki megtanította beszélni, akire felnéz, akivel színészek lehetnek együtt, és amennyire mondjuk a Berti egy ilyen visszafogott, visszahúzód, és benne azt szereti annyira az Almádiba, meg azt, hogy vele meg isznak, és dorbézolnak, és élik a nagy színész életet, és akkor ott van még a Tura is, akit meg szintén szeret, mert szereti benne az intellektusát, hogy fel lehet rá nézni, hogy mellette egy ilyen kislány lehet, aki bújik, és akivel lehet itt cicázni a Berti mellett, meg akár jobban lehet egy nő, meg az Almádi mellett, meg pláne, mert... Igen. Szóval, hogy valahogy azt hiszem, hogy... Ezt ahogy... rád szabták. Én örülök, hogy így döntött János ebben a kérdésben. Tehát megérkeztél. Vannak-e szerepálmaid? Van valami, amit a következő időszakban nagyon szeretnél eljátszani? Hát vannak, csak erről mindig olyan nehéz beszélni, mert hát én bármennyire közhelyes, meg sablonos, én nagyon szeretnék Ninát játszani a Sirályból. De hát gondolom sokan vagyunk így ezzel. Szívesen játszanék Tatyánát az Anyagimből, meg hát én nagyon szeretnék a Papadlásban játszani. Az kicsit ilyen a gyerekes énemnek a vágya, mert nem feltétlenül. Én azt gondolom, hogy ez megint csak egy olyan álom, ami talán egyszer majd megvalósul, és mi csak nyerünk vele, mint a Fehérvári Színház rajongók. Mint ahogy így a beszélgetés végén azt mondom, hogy igen, azzal is nyertünk, hogy ti megérkeztetek, új szint hoztatok, egy olyat, amit mi már talán elfelejtettünk. Tehát megérkeztetek, fehérváriak vagytok, vörösmarty színházasok vagytok, és én nem tudok mást javasolni a nézőknek sem, hogy ahogy eddig válasszák a Vörösmarty Színház repertoáriából bármelyik darabot, Ballér Biancával leginkább, de akár nélküled is, mert hogy megéri. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor szép napokat kívánok a színpadon és azon kívül is. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Ballér Bianca volt, a Vörösmarty Színház művésze. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!